Milyen célból került összehívásra a sajtótájékoztató? A csapadékvíz 3-as projektünk áll megvalósítás alatt. Csatornák rendbetétel nagyon fontos dolog. Itt a lakott területen, ahol emeletes házak vannak, ahol minden le van aszfaltozva, itt felszín alatt tudja a kivitelező elvezetni a csapadékvizet, ugye a régi vezeték is itt megy. Sajnos a régi betonból készült csapadékvíz elvezető rendszer elemei elhasználódtak, több helyen beszakadtak, letörtek. Ezt kamerázással is felderítették, tehát már éppen időszerű volt, hogy a mostani időjárási hatásokat, a gyakran lehulló extrém csapadékmennyiséget szükség van arra, hogy felújítsuk ezt a rendszert. Július 13-án adtuk át a munkaterületet, a Leko Kft. Végzi a munkálatokat, ennek a munkálatnak az értéke a projekt összköltségvetéséből mintegy 300 millió forint. Pillanatnyilag milyen munkák zajlanak a Kossuth Lajos utcán? A Kossuth Lajos és a Dózsa utcában elhelyezkedő csapadékvíz gerinc csatorna kerül kiváltásra, szinte teljes hosszában, ami jelen esetben mintegy 1500 métert jelent. A régi szűkebb keresztmetszetű betoncsatornák helyett korszerűbb, áramlás szempontjából előnyösebb műanyag csatornák kerülnek beépítésre, valamint nagyobb keresztmetszetű betoncsővezeték is létesül, többnyire a régi csatorna nyomvonalán. A meglévő tisztítóaknák elbontásra kerülnek, és újak fognak készülni. A beruházás két szakaszon fog megvalósulni, az első szakasz a Kossuth út 6 szám alatti társasház előtti aknából indul, az utca déli oldalán fog haladni az Ifjúság utcáig, ahol átvezetésre kerül az északi oldalra, a Templom téren halad tovább. Itt a Kossuth utca északi oldala felbontásra kerül, ennek a szakasznak a befogadója a Dózsa György utcában lévő Pepco parkoló melletti akna lesz. Ez a szakasz összesen 806 méter, a jelen pillanatban itt a Kossuth utcai társasház előtt folyik a beruházásunk. A másik szakasz a Kossuth út északi oldalán indul a Diego üzlet melletti aknából, és a Vörösmarty utcánál végződik. Ennek a szakasznak a befogadója a Betlehem Gábor utca sarkán található. A nyugati szakaszon Diego üzlettől egy 400-as KG-csatorna kerül beépítésre, míg a Vörösmarty utcától különböző átmérői vasbeton átereszek készülnek. Az érintett kapubejárók vasbeton teherelosztó lemezzel készülnek el. A beruházás miatt kivágott fák helyére újak kerülnek ültetésre. Ez a szakasz összesen 709 folyóméter hosszú, és ezen a szakaszon is folyik a munkavégzés. Jelen pillanatban ott a Védakapu környékén járunk már a Betlen utca sarkától. 100 nap áll rendelkezésre, hogy elvégezzenek határidőre ezzel a feladattal. Jelenleg is kooperációról jövünk minden héten, illetve szükség szerint még sűrűbben, ha kell, egyeztetünk a munkálatokról, mert sokszor fordul elő közmű keresztezés. Sajnos előfordul, hogy nem ott van a nyomvonal, ahol eredetileg a közműtérkép mutatja és a közműtérkép készült. Ilyenkor mindenképpen egyeztetni kell a megrendelőnek, illetve a kivitelezőnek. Kérdezték a lakosok, hogy a kivágásra kerülő fák, hiszen lentiben nagyon sok fa van, és nem az a probléma, hogy kevés fa van, hanem inkább az, hogyha nyerünk mondjuk 30-40 fát, azt hova ültetjük el, úgyhogy ne zavarják egymást, és rendezett legyen a környezet. Ennek a projektnek a keretében mintegy 50 fa kerül kivágásra. Ezek különféle törzsméretűek, vannak a néhány centiméterestől a felnőtt fákig. A felnőtt fák elsősorban az út mellett helyezkedtek el, és forgalomtechnikai szempontból is zavaróak, és zavaróak a csapadékvíz rendszer működését, illetve is, hiszen tudjuk azt, hogy a fák gyökere mélyen lenyúlik a földbe, csapadékvíz elvezető rendszer, mint egy méterre húzódik a talajszint alatt, tehát azért is kell a fákat eltávolítani a nyomvonalról, hogy később ne legyenek gondok, ne legyen probléma, és ne kelljen beavatkozni. Természetesen azt a fa mennyiséget, amelyet eltávolítunk a kivitelezés ideje alatt, azokat pótoljuk, lehetőség szerint ugyanazokra a helyrajzi számokra, de mint mondtam, a nyomvonaltól távolabb, hogy ne zavarja a beruházást. Én köszönöm a lakosság türelmét, az érdeklődését, az észrevételeit, és arra kérem őket, hogy
abban az esetben, hogyha itt olyan beavatkozás lesz, ami zavarja a gyalogos közlekedést, kerékpáros közlekedést, sőt, ugye a főközlekedési útnál is lesz egy-két helyen beavatkozás, forgalmi korlátozásra is sor kerülhet, hogy kérem, hogy közlekedjenek óvatosan és viseljék türelemmel a beruházás okozta kényelmetlenségeket. Ez egy olyan beruházás, ami nem olcsó, és utána, amikor már lekerül a talajszint alá, lehet, hogy egy hónap múlva már észre se vesszük, hogy megtörtént. Ha jól funkcionál, akkor elértük a célt.